Üdvözlöm a Forog a kamera nézőit! Adolf Cukorról, a hollywoodi filmgyártás megteremtéjéről készült egy kis játékfilm. Ezt mutatjuk be ezúttal a Forog a kamerában. A film forgatókönyvíróját, Borbás Edinát köszönhetem itt a stúdióban. Szervusz, Edina! Szervusz, és üdvözlöm a nézőket is! Adolf Cukor. Ugye nagyon sok külföldön élő, magyar származású, ismert személy volt. Miért pont Adolf Cukort választottad ki, hogy róla írsz egy forgatókönyvet? Hát először is azt elmondanám, hogy nem az én választásom volt. Tehát én úgy írtam, csapatmunkában dolgoztunk, és a rendező, aki a 25 dollárt rendezte, Jimmy G. Hollywood, ő neki érzelmi kötődése volt Adolf Cukorhoz, nem csak azért, mert az édesanyja onnan származik, ahonnan Adolf Cukor, hanem azért is, mert egy olyan origónak, egy olyan induló pontnak gondoljuk mi ezt egyébként közösen, az egész világ, a filmvilág megteremtésében és a filmipar megteremtésében, akinél talán fontosabb személyt én nem is tudok kiemelni. Az az igazság, hogy manapság nagyon, valóban nagyon sok magyar név felröppen Hollywooddal kapcsolatban, hatalmas személyiségek. Csak hogy mindig van egy indulópont. És ezt az indulópontot talán még senki nem kereste meg úgy, mint mi, és talán még senki nem foglalkozott vele úgy, mint mi. És ez az indulópont, ez nem más, mint Adolf Cukor hatalmas álma. Ugyanis Adolf Cukornak nem kisebb álma volt, mint az, hogy a mozgófilmre szórakoztatást építsen. Addig a mozgófilmet csak és kizárólag egy technikai vívmánynak gondolták. Egy olyan vívmánynak, amit elnézünk egy-két percig, tüsszent az ember, nevetünk rajta, fut a vonat után nevetünk rajta, de nem raktak mögé dramaturgiát, nem gondolkoztak nagyban előtte az emberek, illetve Európában már gondoltak erre, tehát Európában már készült egy hosszú film, de Amerikában még nem. És azért valljuk be, a mai napig tulajdonképpen a filmiparnak a mekkája és a mindene, a középpontja az a mai napig Amerikában van. Tehát azt lehet mondani, hogy a film ízlést onnan irányítják. És ezt bizony Adolf Cukor teremtette meg egy olyan álommal, amit akkor még kinevettek. Nem talált befektetőt, nem talált támogatót. Ő egy olyan Magyarországról kivándorolt, Ricséről kivándorolt árva fiú volt, aki 25 dollárral a zsebében, vagy inkább a kabátjába belevarva, ment ki Amerikába, New Yorkba hatalmas álmukkal. Először egy szatócsboltban dolgozott, majd a tehetsége megmutatkozott abban, hogy a szatócsboltot önmaga felfejlesztette, és bundákat kezdett el gyártani, és olyan dolgokat talált fel, amikre hatalmas kereslet lett. Ezáltal egy fiatal ember hatalmas vagyont szerezhetett. Amit megálmodott, azt meg is teremtette, hiszen Amerika az álmok hazája volt, és ezt ő meg is fogalmazta, hogy valóra vált az álma. Amikor meglátta a szabadságszobrot, akkor egyszerűen úgy érezte, hogy ez az álmok hazája. És ő ezt tulajdonképpen a legjobban használta ki, ahogy csak ki lehetett abban a korban használni, ugyanis a vagyonát szórakoztatásra fordította. Először ilyen penny árkádokat, ilyen egycentes szórakoztatóiparba szállt be a vagyonával. Tehát tudta mindig, hogy mikor kell váltani. És amikor a penny árkád hatalmas vagyont hozott neki, tehát valóban nagyon-nagyon meggazdagodott, akkor azt mondta, hogy ezt a hatalmas vagyont, ezt én felteszem egy lapra. Felteszem a filmre, amint ti még most nevettek, de én látom, hogy ez a jövő. Amikor az első hosszú filmet bevitte Amerikába és megvásárolta a jogát, ami egyébként Franciaországban készült el, és ő finanszírozta, mert itt voltak Európában a nagy művészek, és tulajdonképpen innen indult Európából a filmezés. Amikor ő kivitte Amerikába, nagyon nagy lutri volt. Hatalmas lutri volt, hogy engedik-e levetíteni. Hatalmas lutri volt, hogy bemegye a néző, hatalmas lutri volt, hogy fizetnek-e érte. És ő ezt megkockáztatta. Igen, ő kockázatosan élt, hogy így mondjam, de volt valami üzleti érzéke, az orra az nem csalt, és hát mert hogy utána bejött ez a dolog, és nem csak hogy ez bejött, hanem aztán tovább fejlesztette, ugye?
Hova jutott el igazából? Tulajdonképpen ő, ahogy megvásárolta az első filmet, és az első film után azt mondta, hogy én innentől kezdve filmeket fogok gyártani, és az első filmben már, vagy az első évben már 23 filmet gyártott, akkor még New Yorkban. Utána megalapította a Paramount Pictures-t, és a Paramount Pictures-el pedig felfedezték ugye Hollywoodot. Akkor még egy narancsliget volt, és a véletlenek folytán, de tényleg egészen véletlenül, ugyanis megvásároltak egy filmjogot, aminek az írója akkor adta el a történetet, mert akkor színdarabokat és könyveket vásároltak, hogy filmet csináljanak, hogy csak és kizárólag indián történet volt, csak és kizárólag hegyek között lehet forgatni ezt, és itt New York környékén nem, persze ott volt minden infrastruktúra New York környékén, ott nem lehet, hanem menjenek délebre, és csak akkor adja el a filmjogokat. Hát elindultak szekérrel, nem ő, hanem egy rendező producer, egyre délebre jutottak, és az a helyszín, amit először kigondoltak, az nem volt jó. Hát menjünk tovább. És egy narancsfarmon kötöttek ki Los Angeles mellett. És lám-lám, mi lett ebből a narancsfarmból, mi lett a Paramount Picturesből, és mi lett abból annak az embernek az álmából, akit először tulajdonképpen kinevettek. Tehát mi ezt az embert tartjuk egy tényleg egy olyan ikonikus személyiségnek a filmiparban, akit hát Amerikában azért piedesztára állítanak, de a magyar filmiparban, vagy az európai filmiparban valahogy úgy feledésbe merült a neve, mert cukorról mindig George Cukor jut eszünkbe, az Elfújta a szél rendezője. Valahogy ez ragadt meg bennünk, mert hogy Adolf Cukor, ő egy nagyon visszafogott természetű ember volt, egy alacsony, egy megfontolt, egy igazi üzletember. És bevallom, nem is a művészetet nézte a filmiparban, hanem azt, volt egy mondása, hogy a közönségnek mindig igaza van. Ő mindig a közönséget figyelte. Nem azt nézte, hogy művészetet alkotunk-e, azt nézte, hogy mi kell a közönségnek, mit szeretne látni, mi az, amire szükség van, és mi az, amiért fizetnek. Ő ezt nagyon jól tudta. Na most ez a film, amit ti készítettetek, ugye te forgatókönyved alapján, hát ebben igazából róla szól, de mégse róla szól ez a film, vagy áttételesen, tehát, hogy alig jelenik meg. Nem is látjuk igazából Adolf Cukrot, de mégis róla szól a film. Hát hogy találtátok ki ezt a koncepciót? Ez a koncepció, ez szintén a rendezőnek az ötlete alapján született meg, ugyanis valami különlegeset akartunk. Ő azt mondta, hogy ha ehhez az emberhez nyúlunk, hogyha az ő történetét akarjuk megmutatni, akkor ő nem akarja simán megmutatni. Ő valami különlegeset, valami csavart szeretne bele, és drámát. Mert azért Adolf Cukornak egyébként bár happy end a története, és egy hatalmas dolgot hozott létre, de mi szerettük volna azokat a buktatókat, azokat a drámai pontokat is megmutatni, amik bizony minden fejlődéssel együtt járnak. És mi azt a verziót választottuk, hogy a Adolf Cukor szomszédját mutatjuk be, és a drámát úgy építettük fel, hogy kicsit reflektálva a 21. századra, ahogy most élünk, ahogy figyeljük a közösségi médiákat, ahogy figyeljük egymás fantasztikus életét, akik sokkal sikeresebbek, mint mi, akiket érdemes figyelni, és közben arról feledkezünk meg, hogy mi magunk, saját magunk elcsökevényesedünk. A saját életünk egyre szürkébb lesz, és csak abból állunk ki, hogy mást figyelünk. Hát az az ember, akit figyelnek, az Adolf Cukor, és aki figyeli, az Paulo, a mi főszereplőnk, akit a Doriani Bálint személyesít meg, egy olasz bevándorló, aki megérkezik Los Angelesbe, és beköltözik abba a szobába, ami tulajdonképpen innentől kezdve az élettere lesz, mert rátalál arra a szomszédra, akit a 24 órájában érdemes figyelni. És így mutatjuk be Adolf Cukornak tulajdonképpen az első lépéseit. Azt, amikor az Elizabeth Quinn-nek a megvásárlását
véghez vitte egy kártyaparti alatt, tehát neki befektetőket kellett szerezni ahhoz, hogy az első hosszú filmje sikeres legyen és meg tudja venni. És azt a pillanatot, vagy azzal a pillanattal indítjuk a filmet, amikor ez a hatalmas döntés és ez a hatalmas fordulat megszületik. Itt kezdődik tulajdonképpen a film, és ahogy Paulo egy kisimult olasz bevándorló, aki egyébként egy hatalmas örökséggel érkezik Amerikába, és meg akarja valósítani az álmait, ahogy ő átfordul egy figyelőbe, egy hallgatózásba, úgy a dovcukor emelkedik fel, majd a filmnek a végpontja az az, amikor a Paramount Pictures ugye a világválság következtében, ami hát nem is olyan soká következik be, tehát igazából az első filmtől egy 20 évre rá egy hatalmas válság lesz egész világszerte, és mi ebben a válságban hagyjuk abba, de akkor is reménnyel a filmet. Én azt hiszem, hogy most meg kéne nézni a filmet, aztán még egy kicsit beszélgetünk róla. A címe 25 dollár, Borbás Edina forgatókönyve alapján készült. Nézzék meg, azután még visszajövünk. My dear mother, I have safely arrived to America. I will write you again as soon as I can. Your loving son, Paolo. Are there any roaches? What kind of a question is that? That's an important question. If you don't take the room, don't touch anything. If you don't pay by the first, you'll be evicted. My husband is Scottish. I don't have to explain it any further, do I? No, senora. Who's the neighbor? So, do we have a deal? The bird comes with the house. Okay, senora. We have the deal. They thought that I would fail. I know that's what they thought. Why did Paolo have to inherit? He will be broke in no time. They were wrong. So wrong. I even got a bathtub. Film tovább fog lépni. 10-12 perc. Mi az? Figyeld az európai kontinens. A franciák már léptek. Ez sokáig nem mehet így tovább. Csak én gondolkodok, hogy a többiek megrekednek. Te is megrekedsz. Ha nem én lépek először, majd lép már. Ki fog végigülni egy hosszú filmet, ha? Válaszolj. Nem hiszem el. Nem akarom elhinni, hogy az egész vagyonodat felteszed erre az őrültetetre. Nem adhatod el a lőszkampani. A félelem nem jó tanácsadó. What a strange language it is. They keep speaking this baloney. I will go over and break their door. Here is my favorite card, buddy, Daniel. Hello, Daniel. Did you manage to get away from the factory? Great to see you, my friend. I just came to win everything you own. You know that, right? Let this be my lucky day. Promise it to buy you. What do you have in mind, my friend? $20. What's your problem with my dealing? Well, somehow I never get the good cards when you deal first. You're funny. I will pretend I didn't hear that. But there is some truth to it. We'll pass on this one. I'll raise the bet by 20 cents. I'll raise it blindly by $2. I don't know if I told you, but when I arrived in America, I only had $25 in my pocket. Believe or not, that was all my wealth tuned into my coat.
And now we are getting the biggest opportunity of our life. We have to give the people feature length films. This is the land of dreams, my friend. And people are willing to pay for those dreams. The longer the film, the more they pay. Too risky. I'm willing to risk everything. $25,000. I'm risking all my wealth for this film. Understand? All in. Do you believe in me? Are you in, my friend? You son of a bitch. I do. I believe in you. This is America. And we'll be the emperors of show business. Let's drink to it then. To America. To America and to the movies. To America and to the movies. This is show business. $25,000. My dear mother, imagine that I have new friends. He made it. He really made it. Queen Elizabeth. The only feature film that has all the qualities that make it worth of the name feature film. More than 4 million people were drafted in America. All the losses of the Great War were devastating. Following this news brief, we have great music to listen to. That's $10 million we're talking about. Not that shitty $25. You were late last month, too. Bitch. I made a film empire of $25. Would you like 1920 to be the year you lost everything? If you don't open the door right now, I will come back with my husband tomorrow. One moment, madam. I'm getting dressed. Better save on heating. It's hot as hell. My dear mother, I wish I could show the magnificence surrounding me. I've gained so much you wouldn't even recognize me anymore. The business is booming. Every night I have dinner at different restaurant. I will soon send you money. I miss you, Paolo. Paramount Film. The factory where stars are born. What's the point? You saw the effect, didn't you? If we don't make movies with song, we will go out of business pretty soon. You saw the movie just in there, right? This is the future. Oh, so you want me to wear black makeup? And you think like a clown. For what? Paramount doesn't need this. I'm a star of the silent film. If they would want to see movies with sound, they would go to a regular theater. Well, if not you, someone else will see. Can't blackmail me. Nobody can do this to me. Who raised you? Who made you a star?
One can fall just as easily as one can rise to the top. Don't forget that either. You can fail too big time. One bad decision and you're nothing. I gave you these cigars with kindness. I can't give you my voice. Bye, honey. Unbelievable profit at Paramount Pictures. The public is never wrong. Better than a dream. Huge crowd on Broadway. There is no turning back. New movie. I don't care what Jeffrey says. The talkies are the future. Following Black Thursday, thousands of banks went under and millions of people lost their jobs. My dear son, your father is severely ill. If you have the time, please visit your parents at home. We've been waiting for our money for months. I know that you are listening. If you don't pay by tomorrow, you'll be thrown out. People are in line. They're waiting to rent out this apartment. You've run out of patience. Please visit your parents at home. Your father is severely ill. Paramount Film Factory under a forced shutdown. It's the bankruptcy final. It's good to come out of it. I know we will. They don't know yet what he's capable of doing. I know him. It won't happen to him. I'm going over there. What do you think? Nothing, eh? You are stupid. Stupid and good for nothing. Why don't you live? Son of a bitch. Nagyon lent van a mély. What? The abyss is down there. Very deep down. Oh, I see. One must have bravery. Otherwise life is worth nothing. All the best. Same to you. We never met again, but his handshake stayed with me forever. $5, $10, $15, $25. The show business is a roller coaster just like life. Later on, he shook his hand with the Queen. He had the Academy Award,
and change the world forever. Who am I? I am a nobody, but I had a neighbor. A 25 dollár című kisjátékfilmet láthatták itt a Forog a kamerában, vendégünk Borbás Edina, aki a forgatókönyvet írta. És hát azt mondtad, Edina, a film előtt, hogy ugye a rendező instrukciója alapján, vagy közösen készítettétek, álmodtátok meg ezt a filmet, de azért te írtad meg, ugye? És úgy tudom, hogy nem csak forgatókönyvet írtad, hanem plusz még dolgoztál ezen a filmen. Igen, hát azt lehet mondani, hogy ez mindannyiunknak egy szerelemprojekt, és ez minden film, kiemelném, hogy minden film egy hatalmas csapatmunka. Tehát itt nem csak a rendezőt, nem csak az írót kell kiemelni, hanem bizony ki kell emelni, ez egy nagyon pici stábnak a munkája. Tehát például a Gál Kornélia, aki az egészet összeszervezte, vagy Csőz Boglárka, aki felvállalta a produceri szerepet, vagy a vágó Tihanyi Katalin, aki fantasztikus munkát végzett, és mindenki, aki ebben a stábban dolgozott, szerelemből dolgozott, mert annyira szerettük ezt a projektet, és a végére hagytam Mayer Zoltánt, aki díjat is nyert ezzel a filmmel, nem is kicsi díjat, hiszen ő egy fantasztikus operatőr, fantasztikus szemioperatőr, Magyarország egyik legjobb operatőre. Most én úgy gondolom, szerénytelenül én ezt állítom róla, de látszik a munkáin, hogy van benne valami plusz, és ami pluszt még én hozzáadtam, és akkor itt vissza is kanyarodok a kérdéshez, mert nem akartam ennyire messzire menni, de ez muszáj volt, hogy kijöjjön belőlem. Az a plusz, amit hozzáadtam én ehhez, hogy mi a rendezővel megálmodtunk, rátaláltunk egy szobára. Rátaláltunk egy szobára, amit úgy gondoltunk, hogy itt kell, hogy a filmünk létrejöjjön, így kell, hogy kinézzen ez a szoba, és ezt a szobát, hát nem volt, mert se fel kellett építeni, és ezt a szobát ezt tulajdonképpen én építettem Hódmezővásárhelyen segítséggel, a szüleimnek egy hatalmas raktár helyiségében felhúztuk ezt a szobát, olyanra, amilyenre mi szerettük volna, olyanra, ahol Paulót megálmodtuk. Ez azt jelenti, hogy le is rajzoltad, hogy képzeled el. Én úgy tudom, hogy ezen dolgoztál ilyen hát, szkriptnek, vagy minek nevezzük ezt, ugye? Tehát, hogy pontosan láttad magad előtt, és azt meg is csináltatok a valóságban, és így vettétek fel a filmet. Ez így van. Bár nagyon sok filmnél úgy van, ugye, hogy kitalálják, bár általában nem a forgatókönyvíró és az első asszisztens találja ki magát a szobát, de nálunk ez így történt. És megálmodtuk, megcsináltuk, összeválogattuk, ez is egy nagyon komoly csapatmunka volt, mert hogy minden egyes bútornál, mert volt egy előzetes terv, hogy fog kinézni, de hát azért egy előzetes tervhez csak akkor ragaszkodik az ember, hogyha meg tudja valósítani. Na most, hogyha nincs pont olyan kanapé, vagy pont olyan stelázsi, akkor nyilván azt rakja be, amit talál. Úgyhogy minden egyes bútordarabnál, minden egyes
pici tárgynál fénykép, videó, ez megfelel, ez így jó, ez tetszik. És akkor közösen összeraktuk, hogy ez a szoba olyan legyen, hogy mindenkinek jó legyen. De hozzáteszem, mivel én egy, hát, hogy maximalista vagyok, és nyilván nem a mai korban és nem a 21. században zajlanak a dolgok, és nagyon sok mindent nem tudok én sem, meg hát úgy általában az ember sem, hogy akkor már folytott a víz. Hogy akkor, hogy fürödtek, hogy ben volt a WC, meg, szóval, vagy nagy divat volt a virágkalitka, ami, vagy nem a madárkalitka, nem virág, a madárkalitka, amit több fényképen találtam abból az időszakból Amerikában. Tehát ezekben a dolgokban is segítséget kértem, szakértő segítségét kértem, mert hát nyilván egy kutató munka, vagy ennek a kornak a szakértője és annak a világnak a szakértője az évek óta ebben él, azt kutatja. Én meg csak úgy koca módon beleolvasok, de nekem kell a biztonság, kell a bizonyosság, ezért én szakértőket kerestem fel, hogy mik lehettek abban az időben, hogy mi volt a rágógumi. Vagy szóval ilyen egyszerű dolgok, milyen levest tettek. De mondjuk a kamera, tehát a madár, az nagyon jó volt, mert hát beszélhetett hozzá a szereplő, tehát hogy azért nem csak úgy a falnak, vagy úgy magában, hanem a madárhoz beszélt, van ilyen jelenet, ugye? Így van, tehát, így hogy van. Ez egy jó megoldás volt szerintem. Na most, hát érdekelne engem ezen kívül, hogy hát én nem sokat tudok erről a rendezőről. Tehát ő neki művész neve ez például, mert olyan Jimmy G. Hollywood, ugye? Igen. Mit igen, lehet igen. róla tudni, hogy honnan ismerhetjük esetleg? Fantasztikus rendező, egyébként ezt elmondanám, hogy a művész nevét onnan kapta, hogy olyan képi világgal dolgozik, és olyan képeket álmod meg, és olyan hangulatokat, amiket itt Magyarországon szinte csak ő tud. Azt kell, hogy mondjam, hogy ő tudja idehozni Hollywoodot. És innen kapta a becenevét. És mi az igazi neve, vagy az titok? Hát ez szakmai titok, jó, mert okay. hogy akkor így nem lehet megtartani a nimbuszt, hogyha nem tartjuk magunkat hozzá. Hát ő már több száz fantasztikus díjnyertes klippen van túl, tehát nem 100-ról, nem 200-ról beszélünk, hanem szerintem már olyan 400-500 darab klipnél. A legnagyobb előadó művészek keresik őt, és azt lehet mondani, hogy rángják a küszöbét, hogy vállalja el az ő daluk feldolgozását, mert olyan tehetséggel nyúl mindenhez, és olyan hozzáértéssel, hogy hát egyszerűen tolonganak érte. Másrészt reklámfilmeken dolgozik, de van már hosszú játékfilmje is. Például Guinness rekordot állítottak az Opsitos nevű hosszú játékfilmével, ami mozikba csak pár moziba ment le, mert ő nem is akarta, hogy több belemenjen, mert még úgy gondolta, hogy azon a filmen még dolgoznia kell. Tehát ez is mutatja azt, hogy egyébként ő egy maximalista. De már milyen Guinness rekordot döntött meg? Ez még úgy érdekelne. Igen, szabadtéren egyszerre az ő filmét nézték a legtöbben. Aha, értem. Na minden esetre ez nem volt rossz film, úgyhogy úgy gondolom, és a szereplők se voltak rosszak. A két hölgy is, és a főszereplő úr is, őket hogyan választottátok ki? Igen, Adorjáni Bálinttal már dolgozott a rendező, tehát amikor elolvasta a forgatókönyvet, mert azért hozzáteszem, valóban én írtam a forgatókönyvet, meg volt az alapötlet, de magát a karaktereket, azokat mégiscsak az író írja meg, meg mégiscsak én építem fel a dolgokat, és amikor ő elolvasta, hogy mit lehet ebből kihozni, akkor... Az első gondolata az volt, hogy az Adorjáni Bálintot szeretné, benne látja azt a karaktert, benne látja azt a személyiséget, akit a filmben is szeretne. Csőz Boglárkánál is ugyanígy volt a dolog, sőt, Ubrankovics Júliát is úgy választottuk. Tehát ő pedig ajánlás útján, ő volt a díva, aki csak egy másodpercre látszódik. Tehát itt igazából az alapkoncepció az volt, hogy a Paulo egy szobába van bezárva, és nagyon nem mozdulunk ki, csak azon az egy jeleneten vagyunk kint, amikor felmegy a tetőre, neki szimbolikus jelentése van. Tehát ez egy ilyen emelkedett érzés, szerettünk volna ezzel átadni egy határátlépést,
egy élményt. Jól érzékeltem, hogy ott volt a határon a Paolo, hogy nem tudom én, valami rossz történje, mert hogy egyre süllyedt ő. Tehát nagyon mélyre süllyedt. Igen, és hogy ez egy fordulópont volt, hogy igen. Találkozott cukorral. Nagyon jól érzékeled, akkor sikerült a filmünkben igen. Átadni azokat, amiket szerettünk volna, és olyan szimbolisztikát használtunk, amit nem mindenki ért meg ugye elsőre. Ez egy, azt szokták mondani, hogy ez egy kétszernézős film egyébként. Mert bár én úgy gondolom, hogy közönségbarát, tehát gyönyörű képekkel operálunk, de azért mégis olyan rétegeket, olyan tartalmakat vonultatunk fel benne, amit esetleg lehet, hogy másodjára ért meg az ember, vagy ha nem is érti, meg érzi, hogy mit akar itt mondjuk a készítő, az alkotó ezzel mondani. Tehát így épül fel. És ez a film, hát egy kicsit az amerikai álomról is szól, hogy valaki ott tényleg $25 a zsebében elindul, és vannak hát határozott elképzelései, de mer kockáztatni, és azért dolgozik, és nem tudom, akkor el tud érni valamit. Igen. És az álmait éri el. Így van, és itt is egy ilyen fordított vonalat, vagy hát nem is tudom, hogy mondjam ezt, egy ilyen fordított mérleget szerettünk volna felépíteni. Tehát ez az én határozott elképzelésem volt, hogy úgy építsük fel a filmet, hogy ez egy ilyen fordított dolog, tehát valaki $25 oda megy, és megteremti az amerikai álmot, és a mélyről fölemelkedik, míg Paolo oda megy egy nagyobb vagyonnal, és az életviteléből adódóan, ami most a 21. század emberére nagyon jellemző egyébként, egyre mélyebbre süllyed, és a végponton az a $25 marad, amiből még akármit is csinálhat. És ezért én úgy gondolom, hogy ez a film, ez nem ponttal van befejezve. Egy újabb film indul, hogyha így úgy van, tetszik. Így van, ez itt egy vessző. Szeretnél-e még hát kis játékfilmet, vagy nagy játékfilmet készíteni, forgatni, vagy forgatókönyvet írni? Van-e esetleg már a fiókban egy ilyen? Tehát milyen terveid vannak? Van. Van. Nagyon sok tervünk van, nagyon sok tervem van. Vannak kész forgatókönyvek is, vannak ötletek is. Mindig dolgozom valamin, mindig gondolkozom valamin. Ez a filmezés, ez egy nagyon furcsa dolog. Ez egy szenvedély. Ez egy betegség. Ezt, hogyha egy ember elkezdi, nem bír belőle kiszállni, mert annyira szeret, meg tudja szeretni, hogy nem lehet abba hagyni. Tehát, hogyha most nekem azt mondanák, hogy abba kell hagyni, és ez volt az utolsó, akkor én nem tudom, hogy túlélném-e. Tehát mindig azon dolgozom, hogy legyen következő és következő, vagy így, vagy úgy, de lesz. No, hát várjuk a folytatást, és köszönjük szépen, hogy levetíthettük a $25 itt a Pannon televízióban. Borbás Edina volt a vendégünk, aki hát forgatókönyvíró, de egyébként író, rendező, szerkesztő is. Önöknek köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!